Sziasztok! Ez a mai egy 2017-es kedvencek videó lesz, amit mindenféleképpen el akartam készíteni nektek, annak ellenére, hogy 2017-ben nem nagyon csináltam kedvences videót, egyszerűen nem próbáltam ki annyi új terméket, hogy lettek volna új kedvenceim, a jól bevált dolgokat használtam, úgyhogy így nem akartam havonta kedvences videókat erőltetni. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik voltak a kedvenceim 2017-ben, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőséget megtaláltok a videó alatti leírásban, most pedig nézzük a 2017-es kedvenceket. Előre szólok, hogy nem lesz minden termék kategóriában kedvencem, csak azokat a dolgokat fogom bemutatni, amiket a leginkább szerettem 2017-ben, illetve ezek közül nem mindent használtam egész évben, viszont ezek a kozmetikumok azok, amik kiemelkedtek a többi közül valamiért. Na de most már tényleg nagyon sok lesz a rizsa. Kezdjük szerintem a hajápoló termékekkel. Itt az OGX Nourishing Plus Coconut Milk sampont és balzsamot szeretném kiemelni, amiket nem csak azért szeretek, mert isteni finom kókuszillatuk van, hanem mert tényleg láthatóan szebbé és erősebbé varázsolják a hajamat, sokkal fényesebb, könnyebben kezelhető, puhább. Tényleg érzem azt, hogy csinálnak valamit a hajammal, bár azt el kell mondanom, hogy nem túl olcsók, a Müllerben lehet egyébként kapni őket, és többféle verzió kapható belőlük, de nekem abszolút megérik az árukat. A következő kedvencem a Dolce & Gabbana The One parfüm, amit évvége fele kaptam egy sajtótájékoztatón, amikor megszagoltam, azonnal bele szerettem ebbe az illatba. Nagyon-nagyon nőies, virágos, édeskés illat, ami nagyon sokáig lehet érezni. Nekem sokáig nem volt meg az az egy illat, amire úgy azt mondtam volna, hogy az az én illatom, de ez a parfüm esélyes erre a címre. Jöjjön még két arcápoló termék, aztán rátérhetünk a sminkekre. Abszolút kedvencem arcápolás terén a The Ordinary Niacinamid 10% plusz cink 1% szérum, ami komolyan mondom, hogy zseniális. Ezt problémás bőrre ajánlják, és mondjuk nekem nem feltétlenül problémás a bőröm, viszont ki szoktak jönni itt-ott pattanásaim, meg azért zsírosodik is a T-zónám, szóval úgy voltam vele, hogy kipróbálom ezt a szérumot, és az egyik legjobb döntésem volt. Nem nagyon jöttek ki pattanások, amióta ezt használtam, és képzeljétek el, hogy karácsonykor néhány napig nem használtam, mert elutaztunk anyukámékhoz, és ezt nem vittem magammal, és kijött néhány pattanás, és totálisan ki voltam borulva, hogy nincsen nálam. Amint hazaértünk, elkezdtem újra használni, és gyakorlatilag nem hittem el, de egy nap alatt szinte teljesen eltűntek a pattanások. Szóval, hogy én nem tudom, hogy tényleg hogy csinálja, de problémás bőrűeknek tényleg érdemes ezt kipróbálni, mert nagyon-nagyon jó. Rengeteg helyen be lehet már szerezni The Ordinary termékeket, mondjuk ez azt hiszem az egyik sikertermékük, és rendszerint nincsen készleten, de nézzétek meg több helyen is. Ez egy ilyen kis cseppentős szérum. Annyit tudni kell róla, hogy amikor felkened, akkor néhány percig van egy ilyen ragacsos érzés, de ez elmúlik, és utána nyugodtan használhatod a szokásos hidratáló krémedet. Szerintem ez a pár perc kellemetlenség, ez abszolút megéri azért a hatásért, amit ez nyújt. A másik nagy kedvencem az pedig a Clinique All About Eyes szemkörnyékápoló, amiből most egy ilyen picike verziót használok. Nagyon szeretem ezt a szemkörnyékápolót, mert annak ellenére, hogy nagyon könnyű, már-már ilyen krémzselé formulája van, tényleg hatásos a szem alatti duzzanatok ellen. Amikor reggel ezt felszoktam kenni, tényleg úgy látom, hogy valami történik ott a szemem környékén. Én egyébként ezt a hűtőben szoktam tárolni, hogy még inkább elősegítsem ezt a duzzanat lehúzó hatást. A lényeg, hogy nagyon szeretem, ez a picike tégely hamarosan el is fog fogyni, de megvan már az utánpótlása, úgyhogy továbbra is fogom használni. És akkor jöhetnek a sminkek. Alapozó kategóriában 2017-ben nálam a Catrice HD Liquid Coverage alapozó nyert, aminek félig meddig már lejött a felirata, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon szép természetes hatást lehet vele elérni. Én azt mondanám, hogy közepes a fedése, tehát akinek nagyon problémás a bőre, annak nem biztos, hogy ez a legjobb választás, vagy legalábbis kell mellé egy erősen fedő korrektor, de nekem nagyon bevált, mert tényleg, amikor ez van rajtam, akkor valahogy szebb a bőröm, de mégsem érzem azt, hogy a úristen alapozó van rajtam. Ezért a pipettás csöpögtetős megoldásért annyira nem vagyok oda,
de elnézem neki, mert amúgy tényleg árérték arányban egy nagyon jó kis alapozó. Ami a bronzosítókat illeti, még mindig a Physicians Formula Butter Bronzer bronzosító a legeslegnagyobb kedvencem. Ez a legtökéletesebb bronzosító, amit valaha használtam, és hála az égnek, most már nálunk is lehet kapni a DM-ekben Physicians Formula termékeket, és többek között ezt a bronzosítót is, úgyhogy aki teheti, vegye meg, mert tényleg nagyon-nagyon jó. Egyetlen egy hibája van talán, az az, hogy eléggé erős illata van, szóval aki nem bírja ezeket a nagyon erős illatokat kozmetikumok terén, annak szerintem ez nem lesz a legjobb választás. Viszont van egy másik bronzosító, ami megközelítette ezt a bronzosítót tavaly, és ez nem más, mint a Max Factor Cream Bronzer a 05-ös Light Gold árnyalatban. Ezzel is nagyon szép természetes hatást lehet elérni, szinte beleolvad a bőrbe, egyáltalán nem foltos, nagyon szépen el lehet dolgozni. Ez már majdnem megközelíti a Physicians Formula bronzosítót, úgyhogy mindenféleképpen szerettem volna erről is beszélni nektek. Ami a highlightereket illeti, továbbra is nagyon szeretem a MAC Mineralized Skin Finish Soft and Gentle, illetve a Catrice-nek a Mineral Highlighterét, talán azt hiszem ez a neve. Viszont volt még egy highlighter, amit évvégé fele nagyon sokat használtam, és ez a Love Cosmetics The Glorious Highlighting and Bronzing palettából, ez a középső szín. Most is ezt használtam az arcomon, illetve itt a belső szemzugban is. Nem csillámos, hanem egy ilyen gyönyörű, hát láthatjátok. Ez az annyira szép, hogy gyönyörű ez a highlighter, komolyan imádom. Igazából a másik két szín, még nem is nagyon próbáltam, de mindegy is, mert nekem ez a highlighter itt a lényeg ebben a palettában, és ez egyszerűen tökéletes. Jöjjön két szemsmink, amik teljesen lenyűgöztek engem 2017-ben. Az egyik az a Tarte Pro To Go mini paletta, amit valamikor az év második felében rendeltem, amikor ingyenes szállítás volt a Tarte-nak a weboldalán, és ez a paletta egyszerűen annyira tökéletes. 6 szín van benne, 3 matt és 3 fényes. A mattok közül van egy ilyen bőrszínű, egy ilyen melegebb tónusú középbarna, illetve egy sötétebb barna, amivel lehet egy kicsit mélyíteni a sminket, illetve van benne egy fényes aranyszín, egy fényes bronz, illetve egy kicsit extrább szín, ez a fényes bordó árnyalat. Gyönyörűen pigmentáltak, nagyon szépen lehet satírozni őket. Tényleg annyira szeretem ezt a palettát, hogy már kínos, hogy mennyire rajongok érte, de annyira kis pici, kompakt, mégis benne van minden, ami nekem egy tökéletes szemsminkhez kell, úgyhogy imádom. Nem tudom, hogy hányszor hangzott el ebben a videóban az imádom és a szeretem szó, elnézést, hogyha indokolatlan mennyiségben használom őket, tehát egy kedvences videó már csak ilyen. És akkor a másik ultimate kedvencem a L'Oreal Megavolium Miss Babyroll szempilla spirál, ami azért vicces, hogy ilyen nagy kedvenc lett nálam, mert először ki sem akartam próbálni, ugyanis amikor megláttam ezt a csavart, tekert szilikon kefét, én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én utálom az ilyen keféket, nekem ez nem kell. Aztán annyira birizgálta a fantáziámat, hogy mégiscsak kipróbáltam, és egyszerűen gyönyörű szempillákat csinál. Most is ezt használom, és akárhányszor, amikor ezt használtam, szinte mindig megkérdezte valaki, hogy milyen spirált használok, mert gyönyörűek a szempillái. Dúsít, ível, szétválasztja a pillákat, nem tapasztja őket össze, nem csomósít, nem pereg, nem masszatolódik. Tényleg csak jókat tudok róla mondani. Úgyhogy aki keres egy igazán jó szempilla spirált, annak ezt tudom ajánlani. Van még egy korrektor is, amit mindenféleképpen szerettem volna beletenni ebbe a videóba, ez pedig a Maybelline Fit Me korrektor, ami nekem nagyon-nagyon bevált. Én igazából ebben az évben elég sokszor sminkeltem úgy, hogy nem használtam alapozót, hanem csak ezt a korrektort vittem fel, és nagyon szépen elfedi a hibákat, nem ül bele a ráncokba, tök jó az állaga is, úgyhogy én igazából semmilyen kivetnivalót nem találtam benne. És a végére már csak 3 ajaktermék maradt, amiből 2 igazából ugyanaz. Ez nem más, mint a Rimmel Provocalypse tartós ajakrúzs, ami szerintem egyszerűen zseniális, és nagyon sajnálom, hogy csak limitált ideig volt kapható nálunk, de nagyon remélem, hogy valamilyen csoda folytán azért visszatér majd még a drogériákba. Viszont külföldi oldalakról is tudtok rendelni, és én tényleg csak buzdítani tudlak titeket arra, hogy próbáljátok ki, hogyha valamilyen tartós ajaklós kerestek, mert ez tényleg tartós, szóval ez tényleg fent van egész nap az ajkakon. Hogyha el is kezd kopni minimálisan, akkor szép természetesen kopik,
Úgyhogy én nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, csináltam is róla egy külön videót, amiben egész nap rajtam volt. A másik ajaktermék az pedig a Pupa Mateless Lip Tint a 006-os árnyalatban, és ez igazából elég nagy meglepetés volt számomra, hogy ennyire szerettem, mert én korábban egyáltalán nem szerettem az ajaktintákat, nem tudom én valahogy az állaguk, meg nem tudom, nem szerettem őket, de aztán valamiért kipróbáltam ezt a Pupa ajaktintát, és baromira bejött. Egyrészt gyönyörű szép, ilyen sötét rózsaszín, hát talán valamennyire látszódik, árnyalat. Ez is olyan, hogy felkened, és utána órákon keresztül le sem lehet robbantani a szádról, csak és kizárólag kétfázisú sminklemosóval lehet lemosni, úgyhogy aki tartós ajakkencét keres, annak nagyon tudom ajánlani ezt is. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek mik voltak a kedvenc termékeitek 2017-ben, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!